Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Játszóház Tolnán. Nyárra elkészülnek a munkák. Épületfelújítás és zöldváros. Először ülésezett az új szexárdi bizottság. Felháborodás. A tolnai horgászok vissza akarják kapni a Holták partját. Szaporodó gondok. Több támogatást ad a kormány a méhészeknek és galambtartóknak. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az utolsó épület is funkciót kap a volt tolnai laktanya területén. Az egykori istálló épülete ad majd otthont Tolna megye legkorszerűbb játszóházának, amire a helyi önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív programból nyert támogatást. A beruházás a tervekhez képest előre haladott állapotban van, és várhatóan a nyár folyamán már használatba is vehetik a gyerekek a felújított épületet. Tavaly nyáron adtunk hírt arról, hogy a tolnai laktanya egyedüli funkció nélkül maradt épületi része, az egykori istálló épülete a területi operatív program támogatásából megtelhet élettel. A Perszó Ferágnes polgármester akkor úgy nyilatkozott, megvan a forrás, kezdődhet a munka. A barnamezős beruházásra közel 300 millió forintot nyert Tolna, ehhez kellett a saját költségvetésből még 75-öt biztosítani. Mi úgy döntöttünk, hogy lesz, ami lesz, ez a plusz 75 millió forint jelen pillanatban rendelkezésre áll a város költségvetésébe, tehát nem okoz problémát ennek az ide delegálása. Ha megvan a pénz, elkezdődhet a munka, amely ma már jóval az ütemezet előtt tart. Ez az épület, ami egy 300 négyzetméteres helységet szinte teljesen ki fog tölteni, a másik oldalán pedig egy szintén igen nagy helység lesz egy mondjuk szabad foglalkozás számára, kiszolgáló helységekkel, raktárakkal, kézmosókkal, WC-kkel, illetőleg egy szép kávézóval az elejében. Tolna az előző ciklusban is számos olyan beruházást hajtott végre, mely a családok kényelmét szolgálta. A játszóháza következő ebben a sorban. Jelen helyzet szerint a nyár folyamán az első látogatók már élvezhetik az új szolgáltatást, melynek várható népszerűsége megnövelheti a város turisztikai vonzerejét is. Az építőipari termelés 2019 első 11 hónapjában több mint 24%-kal nőtt. Az ágazat bővülése vélhetően 2020-ban is folytatódik, 5-10% körüli volumen növekedés várható. Így kommentálták az elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait. A KSH legfrissebb közlése szerint tavaly novemberben az építőipari termelés 6,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Októberhez mérten az építőipar szezonálisan és munkanaphatással kiigazított termelése 4,5%-kal csökkent. Az ágazat termelési értéke 2019 egészét tekintve megközelíti a 4300 milliárd forintot. A tavainál közel 30 milliárd forinttal több pénzt fordít idén az állam szociális ellátásokra. A gyermekétkeztetés támogatására például az idei költségvetésben 82 milliárd forint áll rendelkezésre. Emellett a gyermekek otthongondozási díja 2019-ben 100 ezer forintra nőtt, míg ebben az évben további 24%-kal emelkedik. Az elmúlt esztendőben szociális ellátásokra összességében közel 200 milliárd forint jutott. Erre a területre az idei költségvetésben mintegy 27 milliárd forinttal több forrás van elkülönítve. Felújítanák a szekszárdi Mikes utcában található garzonlakásos társasházat a most megalakult helyi szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottság tagjai, valamint módosításokat kezdeményeznének a már futó zöldváros pályázatban. Ezek voltak az alakulóülés legfontosabb döntései. A szekszárdi zöldváros nevű fejlesztés sorozatot tárgyalta első ülésén a helyi szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottság. A már tervezés folyamatában levő 1,2 milliárd forintos pályázat keretében felújítanák a Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos közötti területet, a Luther és a Liszt Ferenc tereket, valamint a Prométheus Parkot. A bizottság tagjai viszont ezzel kapcsolatban több kifogást is megfogalmaztak, mert szerintük a projekt nem kellően zöld. Ezért a következő napokban áttekintik, milyen módosításokat kérhetnek még a tervezőtől.
kértünk tájékoztatást a hivatal részéről, és azt gondoljuk, hogy a jelenlegi koncepcióval nem értünk egyet. Szeretnénk, hogy a koncepció egy picit változna. Emellett a szociális bérlakások is napirenden voltak. A bizottság tagjai az elnök kezdeményezésére felmérik, hogy hány ilyen ingatlanja van az önkormányzatnak, és hogy azok milyen állapotban vannak. Valamint a Mikes utcai garzonlakásos társasház esetében felújítást is kezdeményeznek. Önkormányzati bérlakások vannak a Mikes utca egy szám alatt, és azt a házat szeretnénk szigetelni, és tulajdonképpen energiahatékonnyá tenni, ezáltal egy mintaprojektet megvalósítva a Zöldváros program keretén belül. Hosszú távú célunk pedig az, hogy karbon semlegessé tegyük a legtöbb társas házat, ami gázfűtéssel működik ma Szekszárdon. A bizottság tagjai alelnököt is választottak első ülésükön. A tisztséget az éjjel Szekszárd színeiben politizáló Gulyás Róbert tölti be a következő időszakban. Egy nemrég életbe lépett új jogszabály értelmében 2021-től új lakóépület csak akkor kaphat használatba vételi engedélyt, ha energiaigényének 25%-át megújuló energiaforrásból biztosítja. Szemben a korábbi rendelkezéssel, amely a távhő terjedését korlátozó előírásokat tartalmazott, a megjelent módosítás alapján a távhő tényleges megújuló energiatartalma is figyelembe vehető az épületek energetikai tanúsítása során. Derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium módosított rendeletéből. Így a jövőben még inkább megéri ezt a korszerű, környezetbarát, zöld technológiát választani a lakóépületek fűtési módjának tervezésekor. Javítani akarják a jövedelmezőségüket, ezért az Agrárminisztérium jelentősen megemelte a méhészek és a haszongalamtartók támogatását 2020-tól. Az érintettek üdvözlik ezt a gesztust. A Tolna megyei Méhészeti Egyesület elnöke azt mondja, minden segítségre szükségük van a fennmaradáshoz, többen ugyanis abbahagyták a méhészkedést. A szélsőséges időjáráson kívül az olcsó, hamisított méz is komoly gondot okoz a számukra. Méz családonként 500-ról 1000 forintra nő a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető támogatás, a haszongalamb vásárlásához nyújtott támogatásra pedig 2020-ban 100 millió forint a megemelt keretösszeg. Így döntött az Agrárminisztérium. A méhészek a támogatási kérelmet a korábbiakhoz képest jóval korábban 2020. február 1-e és 28-a között nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz. A kérelmeket legkésőbb 2020. május 31-éig elbírálják. Erre 700 millió forintnyi forrást biztosít a kormány. Nagyenyei Attila, a 370 taggal rendelkező Tolna megyei Méhész Egyesület elnöke üdvözli a támogatás megduplázását, a méhészkedés ösztönzését, mert, mint mondja, minden segítségre szükségük van a fennmaradáshoz. Többen ugyanis abba hagyták ezt a szakmát az elmúlt években szaporodó gondok miatt. Kevesebb mézterem a mérgezések, a betegségek és a szélsőséges időjárás miatt. Vagy túl sok a csapadék, vagy a hőség miatt nem termelődik nektár, vagy a szeles idő nehezíti a rovarok dolgát. Az olcsó hamisított méz pedig leszorítja a magyar nektár árát is. A méhes megporzásnak a támogatása, ezzel ismerik el ezeknek a szorvos rovaroknak a munkáját. Ez egy nagyon régóta vágya a magyar és a Tolna megyei méhészeknek, hogy legyen egy ilyen támogatás. Tamási Balázs azt mondja, egyéb támogatásokra is pályázhatnak a méhészek. Gépberuházásokra lehet, viszonylag kisebb összegű gépekre lehet, tehát itt ilyen motoros fűkasza, riasztórendszerek, amikor vándorol a méhész, és nehogy ellopják a kaptárait, utánfutók, kis teherautókra lehet pályázni bizonyos százalékban. Általában mindegyiknél megvan a százalék adva, hogy az adott beruházásnak hány százalékára, és milyen maximális összeggel. A beruházásokon kívül gyógyszerre, cukorra, méhkaptár ajdeszkára, egyedi mézes üveg vásárlására is nyerhetnek támogatást a méhészek. Tolna megyében egyébként 750 méhész dolgozik, három egyesületbe tömörülve. Felháborodást keltett a tolnai horgászok körében, hogy jelentősen lecsökken a helyi dunai holták partjának kihasználási lehetősége, miután a partmenti területeket kiparcellázták. A város vezetése azt mondja, a törvényi előírások szerint a magánterületek gazdái szabadon elzárhatják a vízhez jutás lehetőségét, így a horgászoknak marad az önkormányzat tulajdonában lévő partszakasz. A tolnai holtág a helyiek kedvenc horgászvize. Az utóbbi időben, miután a területek jelentős része magánkézben van,
szűkül a vízhez jutás lehetősége a pecások számára, amit jelentős sérelemként élnek meg. Ám hiába a felháborodás, a lehetőségek csökkenésével kell számolniuk. Tudomásul kell vennünk, nagyon-nagyon sajnálom, de ezt kell mondjam, hogy egyre nehezebb lesz megközelíteni a portot. Ott, ahol eddig sikerült, legálisan, vagy megtűrt módon, ott most már egyre nehezebb lesz. A város tulajdonában egy 600 méteres partszakasz van, a Bogyiszlói híd és a Stentelep között, itt szabad a horgászat. A part mentén a törvény előírása szerint szabadon kell hagyni egy szakaszt a közcélú feladatok ellátására, ám a horgászat nem tartozik ezek közé, mondja Berta Zoltán alpolgármester. Esetünkben a 83/2014-es kormányrendelet az irányadó. Valóban van, létezik egy parti sáv, egy 3 méteres parti sávot kell a víz kezelőjének szakfeladatok ellátására biztosítania az ingatlan tulajdonosának, de ez nem közcélú használat, ez nevében is benne van a vízkezelője, ez jelen esetben Tolnaváros önkormányzata, és szakfeladatok, ezt is taxatíve leírja a jogszabály, ellenőrzések, mérések, vízvédelmi beavatkozások kapcsán. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy horgászati használatra, vagy például egy sétány létesítésére nem vehetők igénybe ezek a parti sávok. Így hát minden nehéztelés ellenére marad a horgászoknak a 600 méteres partszakasz és a csónakból való horgászás lehetősége. Egyre több halat esznek a magyarok, derül ki az Agrárminisztérium által megrendelt felmérésből. Az egyfőre jutó halfogyasztás már meghaladja a 6,5 kg-ot. A növekedéshez a felmérés szerint a fogyasztási célú hal, halfilé, halhús áfáját 27-ről 5%-ra mérséklése jelentősen hozzájárult. Emellett az is, hogy tavaly bevezették a minőségi magyar hal védjegyet, hogy a termékkínálaton belül könnyen meg lehessen különböztetni a magyar termelésű minőségi halakat, hazai haltermékeket. Különleges éttermi technikából, a flambírozásból tartottak versenyt pincér tanuló lányoknak a Szekszárdi Szakképzési Centrum szervezésében. A meghívásos versenyre a szekszárdi diákok mellett az ország több nagyvárosából is érkeztek nevetések. 16 Celsius fokra hűtöttük. Volt, aki egy borüveg bemutatásáért, egy másik versenyző pedig az asztali virágcsokor összeállításáért felelt a flambírozó versenyen. Néhány másodperccel később pedig már a tűz lángja jelzi a flambírozást, amire a közönség tapsal reagál. Az olasz eredetű éttermi technikát hagyományosan a pincérek végzik a vendégek előtt, egyfajta élmény nyújtva nekik ezzel. A meghívásos versenyre a szekszárdi diákok mellett Budapestről, Győrből, Debrecenből, Veszprémből és Felcsútról is érkeztek háromfős csapatok. A verseny szervezése során akkora érdeklődés mutatkozott résztvevőktől, iskoláktól, aztán támogatóktól, hál' Istennek, olyan sokan álltak mögénk, és olyan sokan láttak benne fantáziát, hogy egy olyan versenyt álmodjunk meg, ami olyan rangos helyszínen zajlik, és olyan körülmények között, ami nem nagyon adatik meg az iskolák életébe. A flambé verseny több ok miatt is különlegesnek számított, egyrészt a helyszín miatt a Faddomboriban található Donautica Hotel adott otthont a párbajnak, másrészt mert a szervezők kifejezetten lányok nevezéseit várták, de a zsűribe is kizárólag nők kerültek be. Volt közöttük éttermi szakember, újságíró és kritikus is. A Szexuális Szakképzési Centrum egyik kiemelt fejlesztési területe a turizmus, a vendéglátás és a gasztronómia, és ahhoz, hogy ezt a fejlesztési területet erősen tudjuk felkarolni, és erősek legyünk ebben, ehhez mindenképpen szükségeltetik ilyen jellegű megmérettetés is, mint ez a jelenlegi. A flambírozó versenyt végül a szekszárdi csapat nyerte, így ők képviselhetik Magyarországot az olaszországi nemzetközi megmérettetésen. Regionális híreink következnek Baranyai és Somogy megyékből. Ok nélkül támadt járókelőkre, időseket bántalmazott, éveket kaphat a drogfüggő pécsi nő. 150 év egy kötetben történelmi monográfia készült a Magyar Tűzoltó Szövetségről. Világszerte új évet ünnepelnek az ortodox vallásúak, Pécset is összegyűltek a hívek, hogy áldást kérjenek. Minden ok nélkül támadt meg időseket és bántalmazta őket az a nő, aki ellen most emelt vádat a pécsi ügyészség. De fiatalabb járókelőt is bántalmazott az elkövető, akiről kiderült a nyomozás során, hogy drogfüggő. Ez azonban nem befolyásolja a büntethetőségét, így több év börtönre is számíthat.
Ezt a pusztítást végezte egy kővel az a drogfüggő nő tavaly nyáron, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádlott nem csak rongált, hanem embereket is megtámadott, minden indok nélkül. Az utcán fényes nappal mindenfajta előzmény nélkül támadt rá számára ismeretlen személyekre. Két alkalommal két idős hölgyre támadt rá, egymástól függetlenül, mind a kettőt hangosan szidalmazni kezdte, majd a szemüvegüket levette, azokat összetörte, eldobta, és ezt követően az utcán bántalmazta is őket. Az egyiküket annál a lévő bottal ütötte meg többször a fején, illetőleg ezt követően őt meg is kergette. De neki támadt egy fiatalabb járókelőnek is a bottal a kezében egy másik alkalommal. Közben pedig betörte a képeken látható busz megálló üvegtábláit. A szakértő szerint a drogfüggősége ellenére beszámítható a 27 éves elkövető, vagyis büntethető. Így a védekezésre idős koránál fogva képtelen személyek elleni támadásért, valamint a rongálásért, garázdaságért akár 4,5 év börtönt is kaphat a törvény szerint. Történelmi monográfia készült a Magyar Tűzoltó Szövetség elmúlt 150 évéről. A kötetben történetek és képek mesélnek a hazai tűzoltók munkájáról, a nehézségekről és a sikerekről is. A könyvvel azokat szeretnék megszólítani, akik érdeklődnek a hivatás iránt. A Magyar Tűzoltó Szövetség idén ünnepli megalakulásának 150. évfordulóját. Ez alkalomból több programmal is készül a szervezet. Tabon például bemutatták azt a könyvet, amely a hazai lánglovagok történetét öleli fel. A Tűzoltó Szövetség az másfél évszázad alakult Budapesten, és azt gondolom az elmúlt másfél évszázadban nagyon sokat tettek a kollégák Magyarország tűzvédelméért. Nem csak Magyarországért, hiszen alapítónk Széchenyi Ödön szervezte meg Törökország is a tűzoltóságot. Én azt gondolom, hogy a tűzoltók büszke lehetnek a hivatásukra, és büszke lehetnek arra, amit elértek a másfél évszázad alatt. Heizler Zoltán több mint két éven keresztül kutatta a tűzoltók történetét és munkásságát. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon is sok segítséget kapott a kötet elkészítéséhez. És gyakorlatilag ehhez minden elérhető anyagot felhasználtunk, amit csak értünk, tehát levéltári kutatások voltak, az MTS-nek, a Magyar Tűzoltó Szövetségnek a központi archívumából dolgoztunk, illetve rengeteg újságcikket dolgoztunk fel. A kötet 4 fő fejezetben 1870-től egészen napjainkig öleli fel a Magyar Tűzoltó Szövetség történetét. A könyvben számos kép is mesél a lánglovagok munkájáról, múltjáról. A szerző nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy érdekességeket is megosszon az olvasóval. A világkiállítás környékén rendkívül sok problémát okozott az, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetségnek a standja, most idézőjelben mondom, hogy nézzen ki. Ugyanis volt egy központi akarat, ami hát mondjuk úgy, hogy a költségspórolásról szólt. A Magyar Tűzoltó Szövetségnek a munkatársai meg minél inkább a hűségre törekedtek, és végül is ez egy ilyen 60-70 nézetméteres laktanya lett, amit felépítettek, tehát sikerült keresztül verni az akaratot, ami hát gyakorlatilag egy ilyen mondjuk úgy, hogy skanzen házként mutatta be a tűzoltóságnak a működését. A kötet megírásakor fontos szempont volt, hogy a laikusok is könnyen megértsék, így a könyvet azoknak is ajánlják, akik kívülállóként szeretnének közelebbről megismerkedni a magyar tűzoltók történetével. A legtöbb ortodox hívő mind a mai napig a Julianus naptár szerint meghatározott napokon tartja ünnepeit. Az ortodox vagy pravoszláv új év a karácsonyhoz hasonlóan 13 nappal későbbre, vagyis a Gergely naptár szerinti január 14-ére esik. Ennek a napnak az orosz elnevezése régi új év. Pécsett a 2015-ben épült Szent Andronikosz és Szent Júnia kápolnában karácsonykor és új év napján is összegyűltek a hívek, hogy együtt ünnepeljenek. A Gergely naptár szerinti január 14-e, a Julianus naptár szerint éppen az évkezdet, azaz január 1-e. Az ortodox hívők ilyenkor reggel templomba mennek és gyertyát gyújtanak. Pécsett a Szent Andronikosz és Szent Júnia kápolnában közösen ünnepelték új évnapját a pravoszlávok. Természetesen vannak olyan családok, ahol a Gergely, illetve a Julianus naptár szerinti ünnepeket is megtartják, és tisztelik egymás hagyományait. De az, hogy például a mai nap az munkanap,
és nyilván az egész világi élet az inkább a katolikus ünnepekhez igazodik, ezért mindig bonyolultabb, de ettől szép, és ettől válik igazán belső ünnepé a családban. Az ortodox vagy pravoszláv újév orosz elnevezése a régi újév. Ekkor összegyűlik a család és a barátok, és közösen finom ételekkel, táncmulatsággal ünnepelnek. Leginkább az oroszországi helyzetről tudok beszélni, mert hogy azt ismerem leginkább. Ott egy ilyen nagyon érdekes és nagyon hosszú ünnepsorozat van. Tehát, hogyha valaki hivatalos ügyben utazik Oroszországba, nem tanácsolom neki az évvégét, mert most már így a 21. század elején tulajdonképpen minden alkalmat megragadnak az ünneplésre. Tehát gyakorlatilag már a katolikus karácsonyt is elkezdik ünnepelni, és onnan egészen a mai napig, tehát január 13-a éjszakájáig egy folyamatos ünnep sorozat van. Az ortodox vallásúak természetesen vízkeresztet is 13 nappal később, azaz a Gergely naptár szerint január 19-én ünneplik. Ez a keleti keresztényeknél is a karácsonyi ünnepkör lezárását, a farsangi időszak kezdetét jelöli. Sok szilveszterkor elkuborolt állat még most sem térhetett vissza gazdájához. Az állatvédők arra figyelmeztetnek, hogy a csipeket is érdemes rendszeresen ellenőriztetni, hiszen sokszor ezek meghibásodása miatt nem jutnak haza a kutyák és cicák. Szilveszteri történetében került utcára, és másodikán találták az önkéntesek, és ez a került a hordozásunkba. Ő itt Fifi, akit nem kerestek. A fiatal keveréket január 2-án találták meg az állatvédők kisebb sérüléssel, a jobb hátsó lába most is kezelésre szorul. Csipje nincs, ez idáig senki sem kereste. Az óév búcsúztatása és az új év köszöntése minden évben kutyák tucatjainak elkoborlásához vezet. Bár az is igaz, hogy a 4-5 évvel ezelőtti statisztikához képest már a 10 kutyából 9 rövid időn belül hazajut. Most már egy viszonylag jó arány ahhoz képest, hogy azt gondolom, hogy nagyon magas a csippeletlen kutyáknak az aránya itt a környezetünkben is, és ezt nem elsősorban Siófok városra értem, de a környező falvakban igen. Pedig a csip már 2013. januárja óta kötelező minden kutyatartó számára. A felelőtlen gazdiknak azonban mindig van kifogásuk. Rengetegszer találkozunk olyannal, aki épp most akarta csippeltetni. De nem sikerült neki. Általában törekszünk arra, hogy úgy adjuk vissza a gazdáknak a csippeletlenül talált kutyákat, hogyha előkerül a gazdi és keresi a kutyusát nálunk, hogy be legyen csippelve, és akkor ez többet ne fordulhasson elő, hogy nem találjuk meg. A felelős állattartók figyelmét ugyanakkor a szakemberek felhívják arra is, hogy időnként nem árt ellenőriztetni kutyánk csipjét, hiszen ugyan nagyon ritkán, de meghibásodhat, így baj esetén nem azonosítható sem a kutya, sem a gazdája. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Játszóház Tolnán. Nyárra elkészülnek a munkák. Épületfelújítás és zöldváros. Először ülésezett az új szekszárdi bizottság. Felháborodás. A tolnai horgászok vissza akarják kapni a Holták partját. Szaporodó gondok. Több támogatást ad a kormány a méhészeknek és galambtartóknak. Csütörtökön zömében megmaradt felettünk a hideg légpárna okozta szürke, párás, rétegfelhős hideg idő. Reggel sűrű, zuzmarás ködmezőkkel, onos szitálásokkal, hószálingózással kell számolni, majd napközben javulnak a látási viszonyok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!